Több 100 millió forintos támogatást kaphatnak azok a vállalkozások, amelyek már eddig is eredményesek voltak az innováció területén. Erre a Magyar Multi Program pályázata biztosít forrást. A Technológiai Minisztérium összesen 50 exportra is termelő vállalkozást támogat majd, pályázni márciustól lehet. Kialakítás történik, jelen pillanatban megfelelő szabványméretű füleket veszünk a kötelek végére. Emelő köteleket gyártanak, és ezekre füleket szerelnek az egyik miskolci fémipari vállalkozás gyártó csarnokában. A kisvállalkozás hazai piacra, valamint Szlovákiába, Romániába és Szlovéniába gyárt felső vezetékeket, és a Magyar Vasút felújításán is dolgoznak. Az elmúlt években az üzem fejlesztéseit többször is pályázati pénzekből finanszírozták. Ezek elsősorban eszközbeszerzési pályázatok voltak, és örülünk, hogy a multiprogram keretében is lehetőség nyílik eszközbeszerzésre, hiszen a termékeink nagy részét fontos, hogy korszerű gépeken, korszerű technológiával gyártjuk, és ehhez szeretnénk támogatást igénybe venni. Azt tervezik, hogy ha sikerrel pályáznak, akkor vasúti felső vezetékek gyártásához szükséges új gépeket vásárolnak, hogy a cég továbbra is versenyképes maradhasson. A Kereskedelmi Kamara megyei elnöke szerint a pályázati feltételeknek sok mikro, kis és közepes vállalkozás megfelel. Így Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is népszerű lesz a Magyar Multiprogram. 100 millió forintos árbevétel, 5 főnél többet foglalkoztató létszám. Én azt gondolom, hogy erre a megyei cégek több száz fővel alkalmasak. Hogy hányan akarnak és hányan tudnak, az egy másik kérdés, de én azt remélem, hogy egy pár éven belül 15-20 cég átlépi azt a küszöböt. A programot a kormány tavaly azért indította, hogy a leginnovatívabb vállalkozások fejlődését támogassa. A magyar vállalkozások kiemelkedően jól teljesítettek az elmúlt időszakban. A Magyar Multiprogram honlapján márciustól lehet regisztrálni. És utána a cégekre először egy komoly kiválasztási folyamat vár, és a legjobb, legígéretesebb cégek pedig program keretében komoly támogatást kaphatnak, mind üzleti tanácsadók, mind pedig támogatás forintok formájában. A helyettes államtitkár hozzátette, 50 vállalkozást választanak ki a pályázók közül, és egyenként akár több 100 millió forintos támogatást is kaphatnak.